Március 22. a vízvilágnapja. Egy érdekes kísérletet szeretnék nektek bemutatni. Szükségünk van három darab üres vizes pohára. A két szélső pohárba vizet töltök. Az egyik pohárba pár csepp piros színű ételfestéket teszek, míg a másik pohárba zöld színű ételfestéket csepegtetek. A vizet összekeverem az ételfestékkel, majd összehajtott papírtörlőt teszek a poharakba úgy, hogy az egyik végük a színes vizes poharakban van, a másik pedig a középen lévő üres pohárban. A víz szép lassan elkezd a papírtörlőn keresztül felszívódni. Érdemes, jó, net szívó képességű, vékonyabb papírtörlőt használni, mert így gyorsabban érhetünk a kísérlet végére. Vastag, rossz, net szívó képességű papírt használva órákig is eltarthat a folyamat. Ahogy a videón is látszik, a víz a fölön keresztül átvándorol a középső, üres pohárba. A piros és a zöld szín szépen összekeveredik. A folyamat addig tart, amíg nem lesz egyenlő mennyiségű víz a poharakban. Nagyon szépen látható, hogy a vízszint mind a három pohárban ugyanolyan, az egyik pohárban megmaradt a színe pirosnak, a másikban zöldnek, a középsőben pedig a színek összekeveredtek. Írjátok meg hozzászólásban, ha megcsináltátok ezt a kísérletet, és hogy nektek hogyan tetszett.